nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Igaz, hogy még van néhány napunk a karácsonyig, de én azt gondolom, hogy énekelve meg a gyerekek műsorát látva, hatodikosok vannak, ugye, jól mondom, rá fogunk hangolódni egy kicsit a karácsonyra. Isten hozott mindenkit. Kezdjük el énekléssel az együttlétünket, a 327. dicséret első három versét énekeljük. Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Thank you.
Sajó Sándor, karácsonyi harangok. Van egy éj az évben, mikor egy harang sem alszik, a leglágyabb hangútól a leghatalmasabbig. Északhavas fenyői közt, pálmalombú délen, egy nyelvedzeng minden élc a tornyok tetejében. Megérti a cifra király, és az egyszerű pásztor mély üzenet száll felé a téli éjszakából. Harangszóba öltözött a szeretet beszéde, hallatára újra ragyog a világ reménye. Kis karácsony éjjének. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat szólnak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretre mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok s a három királyok. Én is mennék, énekelni mennék, nagyok között kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmám a sárban, százszor bepiszkolnám, csak az unak szerelememet szépen igazolnám. Így dudolgattam én, gyermekhittel bátran, 1883 csúf karácsonyában. Pernert Saponier, a karácsonyfa. Virágos nyárról álmodott, a hófőtt erdőben kint, egy kis fenyő, sóhajtozott. Szép nyár, mikor látlak megint? Mondd, mikor jön már el a nyár? Kérdé, hogy ott dudált a szél, de az viharzik tova már, és nem felel, és nem beszél. Egy nagy balszú erős legény felszével arra ballagott. Hopp, két csapás, s ledölt legott. A kis hegyi fenyő, szegény, nem lát többi a kicsi fa, kökölcsint, enciánt nyarat. Ez már csupán emlék marad, ez mind a széna illata. Csanád Imre, karácsonyfája. A karácsony akkor szép, a fehér hóba lép, nem is sárba latyakba, ropog a hó alatta. Hegyek hátán zöld fenyő, kis madárnak pihenő. Búcsúzik a madártól, őzik égtalálpártól. Beszegődik, beáll csak, szép karácsonyfájának. Derét havát lerázza, áll csillogva, szikrázva. Ahány csengő csendüljön, ahány gyerek örüljön, ahány gyertya mindégyen, karácsonyi szépségben. A kis Jézus megszületett, örvendjünk! Elküldötte ő szent fiát, Istenünk. Betlehembe fekszik rongyos jászolban, azért van oly fényesség a városban. Donászi Magda, karácsonyfa karácsony. Karácsonyfa karácsony, aranydió zöld ágon. Csillagszóró, gyertyafény ég a fenyő ünnepén. Csilingel a csengettyű, szép vagy fenyő, gyönyörű. Karácsonyfa karácsony, nincs is szebb a világon. Csilingel a csengettyű, szép vagy fenyő, gyönyörű. Aranyos járnő, karácsony. Ha én Jézuska lennék, ajándékot nem vennék. Mindenkinek a szívébe szeretetet ültetnék. A szeretet szétterjedne egyetlen szentély alatt, és úgy ébrednénk, hogy a földön rossz ember nem marad. Thank you.
Régen történt, nagyon régen, távol tőlünk, más vidéken. Néhány pásztor nyája törzött kint, a sötétei réten, mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be azt az estét. Angyal hadszállt alá a rétre. Nézték a pásztorok félve, megrettelme, megigézve. Az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó. Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyal szó. Öreg pásztor és kis folytár, angyal szót hall én féltájt. Betlehemben megláthatják a kis Jézust és anyját. Az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó. Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyal szó. Jó pásztorok, ne féljetek, nagy örömet mondok nektek, kisgyermek született Betlehemben. Nem selyemben, nem bársonyban, csak egy szalmás kis jászolban. Ő az, akit vártatok, kit mindenki áhított, békét oszt közöttetek, s a világ királya lesz, Jézus a neve. Fényét rá szép csillag szórja, énekünk az altatója, ő az ég és föld királya, siessetek mind hozzája, fogadjátok meleg szóval, halmozzátok minden jóval. Álmodom-e vagy valóság? Éjszaka van világosság. Angyal hozott üzenetet, én bizony fölkerekedek, megkeresem Betlehemet, Betlehemben a kisdedet. Menjünk! Az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó. Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyal szó. Mi is menjünk, vígan járjunk, vezet égi fényesség, hiszen ő lesz boldogságunk, akit rég várt föld és ég. Az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó. Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyal szó. Nem bánom, menjünk el, de ne puszta kézzel, vigyünk ajándékot nagy bőséggel. Legszebbet viszem báránykáim közül, annak a gyermek biztosan örül. Én meg gyapjút viszek, puhát, mint a pihe. Gondolom, jól esik azon pihennie. Betlehem istállóban szalmán fekszik ágy helyett, szendereg egy kisgyerek. Pólyájával betakarja, énekével elringatja, édesanyja Mária. Az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó. Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyal szó. Falu szélén, barlang mélyén, Máriának szűz karján, kicsi gyermek nyugszik békén, aludj édes Jézuskám. Az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó. Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyal szó.
Szememen a könnye fátyol, kicsi fiam biztos vázol, kisgyermekem drága kincsem, nekem s a világnak minden. Szemét föl is nyitja, mosolyog már a Jézuska. Most valaki halkan kopog, megérkeztek a pásztorok. Adjon Isten szép jó estét, köszöntjük a kis telecskét. Épp vigyáztunk a nyájunkra, angyal jelent meg számunkra, azt mondta, világra jöttél, hogy minden embert szeressél. Mi már oly régóta várunk, beleőszült a szakállunk. Fejünket mi is meghajtjuk, s ajándékunkat átadjuk. Fogadd egy takarót, melegedj alatta. Túrót, sajtot, vajat hoztunk, bent, jó szívvel adom. Ez mind elég dolog. Köszönöm szépen, drága pásztorok. Eközben napkelet felől három király, Gáspár elől, aztán Menyhért, s Boldizsár valamilyen jelre vár. Merre menjünk? Hol keressük? Helyet el ne tévesszük. Csillag ragyog égi réten, az legyen az én vezérem. Hol a csillag majd megáll, szívem nyugalmat talál. Megtaláljuk, megcsodáljuk, térdre borulva imádjuk. Nézzétek, társaim, talán már itt vagyunk, e hely fölött megállt vezérlő csillagunk. Azám, de itt nincs más, csak egy istálló. Király az ez a hely, semmiképp sem való. Nem hiába jöttünk hosszú nehéz úton. Megtaláltuk végre, aki után vágytunk. Ez a kicsi gyermek, ami nagy királyunk. Hirtelen kopogtatnak, a királyok már itt vannak. Kik vagytok? Mit kerestek itt? A napkeleti bölcsek vagyunk. A megváltót keressük. Fogadd el az ajándékunk. Benne van jó szándékunk. Hoztunk aranyat, töményt, mirhát, kérve kérünk, hogy ne sírhát. Köszönjük! Pihenjetek meg nálunk, jó királyok! Mind körbeveszik, kis Jézuskát ünnepelik. Csillagragyog égi réten, s a jászolban fekszik szépen, ronypójával betakarva az újszülött kis Jézuska. Az ég ölelkezett ím akkor a földdel, az egyigaz Isten az emberiséggel. Új hit, új reménység szállott a szívekbe, lelki békesség és áldás a hívekre. Oh, see.
karácsonyi ének. Akkor a csillag gyúlt az égre, és rásugárzott a vidékre, és Betlehem fölött megállván, egy rongyos istálló homályán, tündöklött már a glória. Ott igecskében, szép fehérben, feküdt a jászol szentölében az Isten egyszülött fia. A hír bejárta a világot, és jöttek bölcsek és királyok, és együgyűek és pásztorok. Ott minden lélek egyet érzett, és sírt, és álmélkodva nézett, és boldogan fohászkodott. Örömött hozván az embernek, dicsőség légyen az Istennek! Segítségünk, karácsonyváró Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van. Aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Istenek igéjét hallgassuk az első karácsonyi szép történetünk alapján. Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 8. verssel kezdődően, a 20. verse bezárólag eképpen. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójával fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség,
és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Talán egy kicsit hosszabb volt ez a most hallott igerész annál, mint amire számítottunk. Megvallom őszintén, hogy az első gondolataim között az szerepelt, és az jelent meg, hogy egyetlen rövid igeverset fogok most felolvasni, és az alapján Istennek az igéjét hirdetni a mi közösségünkben. Ez pedig az első lett volna, a nyolcadik, ahogy hallottuk is. De annyira szép és tartalmas és sokat üzenő ez a gyönyörű történet, vagy inkább úgy fogalmazom, hogy az első karácsonyi történetnek egyetlen, de nagyon fontos mozzanata, hogy úgy éreztem, talán belefér ez így a teljes egészében. Nem a pásztorok, az igazi főszereplők, és a mai alkalmunkon, a mai istentiszteletünkön mégis arra hívom és várom mindannyiunkat, hogy Istenre figyelő lélekkel egy kicsit az ő oldalukról, az ő emberi szemszögükből próbáljunk meg közelebb kerülni Istenhez, az ő üdvözítő tervéhez, az egész karácsonyi ünneplésünkhöz. Két kérdés kavargott bennem, és erre a két kérdésre úgy érzem, hogy fontos a mostani alkalmunkon is megkeresni, és Istentől elkérni a válaszunkat. Az egyik az, hogy mit teszünk akkor, amikor Isten üzen, és a másik az, talán egy kicsit furcsa lesz a kérdés, hogy teszünk-e egyáltalán bármit. És ahogy említettem, a pásztorok tökéletes példát adnak elénk arra nézve, hogy akkor, amikor Isten üzen, akkor nekünk, mindannyiunknak, legyünk az életünk bármely helyén, foglalatoskodjunk bármivel, tanuljunk, vagy munkánk legyen, amikor Isten üzen, arra mindig választ kell adnunk. És a pásztorok történetében három fontos válasz előttünk áll erre a kérdésre. Az első kérdés ugye így hangzott, mit teszünk akkor, amikor Isten üzen az életünkbe, és ott van ez a második, hogy teszünk-e egyáltalán bármit. És az első három gondolat, amin én magam megindultam, arról üzen, amit a pásztorok elénk adnak. Az első az, hogy megijedünk. Félünk akkor, amikor Isten bármit akar nekünk üzenni a mi életünkre nézve. Ott van ez a félelem, sokszor a mi életünkben is. Félünk attól, hogy Isten kiragad bennünket, hogy valahova, máshova akar bennünket elvezetni az életünk útján. Mert jó a megszokott, a járt úton menni előre. De a Szentírásban nagyon sok példa áll előttünk arra, hogy akkor, amikor Isten változást akar, amikor egyik helyünkről a másikra akar bennünket elvezetni, akkor jó, áldott és Istennek tetsző megindulni az ő szavára, helyt és helyszínt változtatni. Akkor, amikor ebben a történetben a pásztoroknak ez az első reakciója, elgondolkodtam azon, hogy mi is ilyenek vagyunk. Hogy ott vannak előttünk a csodálatos bibliai példák, hogy Isten megengedi a változást, megengedi, hogy az életünk egyik pontjáról merjünk megindulni és lépni a másik felé, talán a szokatlan, az új, a mindenféle titkot magában hordozó felé megindulni, és mégis ilyenek vagyunk, megrökönyödünk. De itt van előttünk ennek a gyönyörű történetnek a folytatásában, hogy lehet az isteni üzenésre, az isteni hívásra a félelmen túl másféle reakcióval is odafordulni. A második fontos dolog, ahogy haladtunk előre a történetben, előttünk át és hallhattuk is. A félelem után jön a kíváncsiság, jön a vágyódás arra, és felmerülhet bennünk is sokszor ez a kérdés, hogy vajon mi az az új, amit Isten akar,
hova akar elvezetni. Talán ott volt a pásztorokban is ez a kíváncsiság. Ott van bennük, hogy menjünk és járjuk utána mindannak, amit Isten akar az életünkbe üzenni. Valóság. Egyáltalán valóban igaz az, amit az angyalsereg hirdetett? Hiszen bátorítottak, buzdítottak bennünket, és a pásztorok elkezdek önmagukban tanakodni, és ennek a tanakodásnak egy csodálatos végkimenetele lesz. Mert nem akárhogyan tanakodnak ők, az Isten lelke munká bennük. Mert hiába mondja nekem az Isten, gyermekem, kelj fel, és menj el oda, ahova én foglak téged elvezetni, sokszor nem marad más, csak az isteni Szentlélek noszogatása, mert hogyha a magam feje után mennék, és azt mondanám, igen, az Isten hív, el kell mennem, el egészen Betlehemig, ahogy a történetben hallottuk, bizony lennének letérők, olyan kicsiny utak, amelyek igénybe vételével és használatba vételével nem biztos, hogy eljutnék a célig, az Isten által kijelölt célig. Az Isten szent lelke vezette oda ezeket az embereket, oda a megváltóhoz, a megígért szabadítóhoz. Az első tehát ez lehet reakcióként az Isten hívására, hívó szavára, hogy megijedünk, félünk és rettegünk attól, amit pedig Isten készített el az életünkbe újként. A második, ahogy hallottuk, ez lehet, hogy ott bujkál, motoszkál bennünk a kíváncsiság, mit akar az Isten, hova vezet és mit fogunk ott találni abban az újban, amiről mi sem tudjuk, hogy mit rejt magában. És van ez a harmadik, számomra a legfontosabb, a legcsodálatosabb, amikor, mint egy heuréka élmény, utolér bennünket is, amit Isten megígért, az valóság lett. Mit üzen az Isten az életünkbe? Jó ennek kíváncsiskodó lélekkel utána menni, ahogy a pásztorok tettek. Jó elkérni az Isten szent lelkét, hogy jöjjön és vezessen bennünket, hogy engedje az Isten, hogy akkor, amikor megindulunk, az ő erejével, az ő áldásával, ne akarjunk arról az útról még letérni sem. A pásztoroknak volt megindulásuk, volt egy csodálatos útjuk és megérkezésük is, egészen a kisded Jézusig. Van egy negyedik is. Erről nem szívesen beszélek, mert akkor, amikor kérdezem magamtól és a mostani alkalmunkon mindannyiunktól, hogy mi a válaszunk arra, amikor Isten üzen, lehet arra egy negyedik válaszunk is. Nem szeretem ezt a választ. Lelkészként sem, de emberként sem. Pedig nagyon sok helyről jön ez a válasz, érkezik, és sokszor nem csak a fülemig, de a szívemig ér, és mindig olyan fájó ezt hallani, mert ilyen válasz is lehet erre. Isten üzen, de engem ez nem érdekel. Nem akarok jelen lenni az Isten tervében, pedig mindannyian jelen vagyunk. Olyan csodálatos ennek a gyönyörű történetnek egy nagyon fontos üzenete. Amikor azt mondja az angyal, és csodálatos, hogy nem csak egy angyal, de utána egy egész angyalsereg, egy mennyei kar erről beszél, erről üzen, hogy Isten nem csak a pásztorokat akarta megajándékozni a megígért szabadítóval, a kisded Jézus érkezésével. Olyan örömöt hirdetett az angyal, amely minden népnek öröme kellett, hogy legyen. Az elől és az alól, amit Isten üzenni akar, egyikünk sem tud kibújni, mert Isten így vagy úgy, de utol éri a mi életünket. Azzal a szent akarattal, amely fölött az idei esztendőben is mindannyian együtt tudunk örvendezni. És hadd kérdezzem meg, hogy ezekből az emberi reakciókból melyikkel tudunk oda menni a mostani esztendőnkben, az adventi időszakban, mert még ugye abban vagyunk, és majd az ünnep napjaiban, melyikkel tudunk oda menni az Isten felé. Csodálatos az, és engem ez nagyon elgondolkodtatott, ahogyan előttünk áll az angyali szózat. Előttünk áll teljes terjedelmében, és nem csak egy angyalnak a szózata, de majd az angyali kar is magasztalja, dicsőíti az Istent. És csodálatos az, ahogy a pásztorok egymást noszogatják, bíztatják és bátorítják, na hát akkor kerekedjünk fel és menjünk, járjuk meg a mi utunkat, és járjunk a végére mindannak, amit Isten az életünkben tenni akar. És lezárul ez a történet, a 20. igeverssel, hadd mondjam újra, ők pedig visszatértek és dicsőítették, magasztalták Istent mindazért, amit hallottak és láttak úgy,
ahogyan megüzente nekik. Itt már nincs idézet. Itt már nem halljuk, hogy szóról szóra mit mondhatott a pásztorsereg, de én hiszem, és hadd kérjem ezt mindannyiunktól, hogy merjük mi ő helyettük, vagy éppen velük együtt megfogalmazni a mi saját, személyes hangú magasztalásunkat, dicséretmondásunkat Isten felé, azért, amit ő az életünkbe, a világ életébe és mindannyiunk életébe üzenni akart. Gyönyörű rövid üzenet ez, üdvözítő, megváltó született ti nektek. Nem csak a pásztoroknak, nem csak egy kiválasztott ószövetségi népnek, hanem minden embernek üdvözítője, szabadítója és megváltója született. Ezért vagyunk újra együtt, ezt ünnepeljük évről évre, és ezzel nem szabad, nem lehet és nem is tudunk betelni. Erre a megváltóra mindannyiunknak szüksége van, és csodálatos ez a mostani időszak, mert enged bennünket elcsendesedni, és engedi, hogy úgy, ahogy a pásztorok megindultak, eleinte félelemmel, aztán talán kíváncsisággal a szívükben, a végén mégiscsak nem maradt más. Ez az egy, hogy magasztalták és dicsérték az Istent azért, amit megígért, és azért, amit be is teljesített. Kérdeztem, hát most kérdezem újra, mit kezdünk azzal az életünkben, amikor Isten üzen? És kérdem a másikat is, egyáltalán kezdünk-e bármit ezzel? Adja meg a kegyelmes Isten, hogy erre minden egyes nap válaszolni tudjunk. Ne csak ilyenkor, ünnepvárásunk idején, hanem életünk mindennapján. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, és imádságban válaszoljunk Istenünk igéjére. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy a sötétségben a te világosságod, a Krisztus Jézus fénylik. Áldunk azért, amit énekelni is szoktunk, hogy ez a sötétség szűnni kezd már, és az a csillag eljön hozzánk, és áldunk, Urunk, hogy folytatni tudjuk ezt a szép éneket, és valóság lehet, hogy ő előtte minden térdre hull. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne csak a többi ember, ne csak a Bibliával élő ember, hanem mi magunk is tudjunk térdre hullani, megköszönve azt, amit te megígértél, és beteljesítettél az életünkben. Áldunk azért, hogy a pásztorokkal együtt, az ő példájukon felbuzdulva megindulhatunk, és hogy van rátalálásunk arra az Úrra, aki azért jött, hogy bennünket, elveszetteket újra visszavezethessen te hozzád. Imádkozunk hozzád, kegyelmes Istenünk, hogy te légy, te és a te üdvözítő akaratod és a te fiad, a Krisztus Jézus egész karácsonyi ünneplésünknek a közepe. Segíts bennünket, Urunk, hogy soha ne veszítsük szem elől, ki és mi az, amit mi most itt ünnepelni tudunk. Köszönjük neked, hogy úgy ünnepelhetünk, hogy nem csak itt, templomi közösségben figyelünk te rád, hanem otthon is. Így kérünk téged, áld meg a családokat békességeddel, erőddel és örömöddel. Add, hogy valódi, megélt karácsonyunk lehessen, soha nem feledve, hogy ki az, akit te elküldtél a mi életünkbe. Imádkozunk hozzád iskolánkért, gyermekeinkért, oktatóinkért. Imádkozunk hozzád református testvéreinkért, anyaszentegyházunkért, az egész teremtett világért. Adj nekünk békességet ünneplésünk idején. Add nekünk, Urunk, azt az örömöt, amit a pásztorok életébe és szívébe adtál. Segíts megindulni, és segíts oda menni egészen a kisded Jézus jászláig. Így áld meg ünnepünket, mai napunkat és egész életünket. Egyedül a Krisztus Jézusért kérünk, vezess bennünket hűségeddel, irgalmaddal és kegyelmeddel, Urunk. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. 326. dicséretünknek valamennyi énekversével készüljünk az áldás vételére. 326. dicséretünket énekeljük végig. Az áldás elhangzik, szeretnék mindenkinek, gyerekeknek, felnőtteknek nagyon szép, áldott ünnepet kívánni, és szeretném biztatni is a jelenlévőket, gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A karácsony ne fejeződjön be ma, már a templomi része, a Istennek szentelt része, folytatódjék tovább majd az ünnepekben, szeretettel hívunk, várunk mindenkit, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, szenteste délutánján, 3:30 ide a templomba, ünnepi istentiszteletre, és az ünnep mindkét napján is délelőtt 10:00
Tartunk gyermekistén tiszteletet is, a kisebbek mehetnek, jöhetnek oda, a nagyobbakat, meg a felnőtteket, meg ide várjuk a templomba. Még egyszer áldott szép ünnepet kívánok mindnyájuknak, és most fogadjuk Isten áldását. Isten áldása kísérje a mi ünneplésünket és egész életünket. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Így legyen. Amen.